Az egész 1944-ben a Csermajori Teipari Szakközépiskolában kezdődött, ma pedig már egy egész sajtmanufaktúra áll a Pődör család rendelkezésére Ménfőcsanakon. Ifjabb Pődör István minden nap nagy lelkesedéssel végzi sajtkészítői tevékenységét. Ez a szenvedély náluk családi örökség. Nagyapám ötletéből indult az egész, végülis 1944-ben végzett Csermajorba. Itt kezdődött a teiparhoz való elköteleződésünk, a családunk elköteleződése. Ő sajnos korán 74-ben meghalt, így édesapám valósította meg az álmait. Majd én is Csermajorba kerültem, és 2000-ben Győrtej bezárás követően édesapám elkezdte ezt a családi vállalkozást, majd ahol mind a négyen először elkezdtünk dolgozni, szűk családi kör, majd ebből fejlődtünk lépésről lépésre tovább az elmúlt 15 évben. Eleinte kizárólag juh és kecske sajtokat készítettek, ezekből építették fel a félkemény sajtokat. Csak 4-5 év után kezdték el a tehéntejet hasznosítani, amiből már értékesebb fajták is készülhettek. Az egykori csermajori receptúrákat átörökítve, lajta és ilmici sajtokat is gyártanak, emellett a pápusztai, a gauda és a grillezni való termékekkel is bővült a paletta. Magyarországon csak mi készítjük a lajta ilmici sajtot, régen Csermajorba készítették, de ugye Csermajor sajnos megszűnt, pedig egy nagyon jó iskola volt, ott onnan kerültek ki az ország legjobb szakemberei, és mivel ők megszűntek, beszüntették a gyártást, így mi folytattuk tovább végül a lajta és az ilmici sajtnak a gyártását. Bár az üzem nem túl nagy, mégis hatalmas kapacitással dolgoznak naponta a sajtmesterek. Körülbelül egy olyan 2,5-3 ezer liter napi kapacitással bírunk, ez nagy átlagosba véve egész évre lebontva. Ami nehézséget okoz, márciustól november közepéig háromféle tejjel dolgozunk. Ilyenkor jön be a lyukecske tejnek a 90%-a, és ilyenkor megugrik a tejmennyisége, mert körülbelül olyan 1/3 szinttel több tejet dolgozunk fel durván. Idén egy olyan 120 ezer litert havi szinten márciustól egészen október végéig durván. Ezekbe a tárolókba érkezik minden reggel a friss tej a környékről, majd kezdi meg útját a sajtáválás felé. Pasztőrözön, csőrendszereken és tartályokon keresztül jut a formákba. Naponta 250-300 darab sajt kerül az érlelőkamrákba, amik típustól függően 3-4-5 héten keresztül érlelődnek állandó hőmérsékleten. Az érési folyamatot követően kimérik és becsomagolják a végterméket, amiket hipermarketekbe is szállítanak, de a fővárosban adják el a legtöbbet belőlük. Győrben a vásárcsarnokban és az üzem mellett található mintaboltban kaphatók a finomságok. A gondoskodás és a szeretet minden guriga sajtban megtalálható, ezt mind a 12 alkalmazott megerősíti, hiszen családias légkört emlegettek ott jártunkkor. Egyikük már 40 éve dolgozik a teiparban, minden rutinja látható a csomagolásokon. A család továbbra is a hagyományos és a tradicionális technológiákban hisz, amit szeretnének minél magasabb szintre emelni a jövőben.